Tehát a korábban előkészített sóbors, fokhagyma és egy pici csipotlés steaket fogom most megsütni. Mi történik? Ezen a PK grillen megkerestem azt a helyet, ahol nekem tökéletesen megfelelő 500 Fahrenheites forró pont van, az itt van. És ide fogom feltenni ezt a steaket ezzel a speciális ilyen grillvillával. És ha minden igaz, akkor ezt pontosan 10 perc alatt fogom megsütni. A súllyal annyit teszek, hogy egyenletesebbé teszem a sütőfelületet. Mondtad mi? És azt mondja, hogy kicsi. Most várunk. Nem kicsi zsó, nem rád gondolt, nem rád gondolt. Utána a kamerást. Amit tudni kell erről a technikáról az az, hogy az akkor működik megfelelően, hogyha körülbelül 2,5-3 cm-es a steak vastagsága, a sütőnek a hőmérséklete az ilyen 500 Fahrenheit környékén van, és nincs ennél sokkal hidegebb vagy melegebb. Nincs benne semmi ördöngőség. Maga ez az alumínium grill grate nevezető eszköz, ez arra való, hogy egyenletes hőt kapjon a hús alulról, és felfogja a faszén felől jövő közvetlen hőt, és egy ilyen infravörös pirítást tesz lehetővé. Úgyhogy... És 8 darab csirke. Robi? Elnézést kérek. Meglett a hostess? Meglett, igen. Közben beszéljünk arról, hogy Robinak a steakje pihent egy kicsit megfelelő hőmérsékleten. Így van. Ezt mikor lejöttem a színpadról, akkor kerítettem egy sütőt, ami 120-130 fokon volt, ugye ez a low and slow hőtartomány. És a barbecue mániánál találtam is egy ilyen készüléket. Úgyhogy ezt a szép nagy darab húst elvittem 132-es maghőig, és ezen már 132 Fahrenheit, és ez most így itt pihen, és mikor Benedek végez az ő sztékével, akkor én készre fogom sütni, aztán egy 10 percet pihentetem, és felvágjuk fél centis kockákra, hogy mindenkinek jusson. Mivel körülbelül 30 másodpercig tartott, megtalálom a telefonomon a stoppert. Ezért most járhatunk olyan 2 perc 30 környékén. Figyelj csak! Amit csinálok, minden egyes alkalommal, amikor fordítok a húsom, ez az, hogy ezt a fémlapot, amivel próbálom lenyomni, ezt leveszem róla, felemelem magát a steaket a grill felületről, és a rápirult részeket leszedem. Ilyenkor meg tudok győződni arról, hogy olyan színű a rásült rész, mint amit szeretnék. Én egy ilyen sötét barnát szeretnék elérni, úgyhogy egy ilyen gyémánt mintát sütünk rá, tehát kb. Ilyen 45 fok környékére fordítom be a húst, és most indul a következő 3 perc. Robi, figyelek, van igen, 3 percünk, hogy beszéljünk erről. Igen. Praktikus, egyébként, hogyha visszateszitek rá a súlyt. Vagy hogyha vannak barátaitok, akik mondják, hogy tegyétek vissza a súlyt. Praktikus, ha van a súlynak nyele. Praktikus, hogyha akkora a sütőd, amelyikben nyéllel együtt belefér, és nem kell levenned róla, és rátekerned zsinekből egy másik nyelet, miután egyszer megpróbálod megfogni Vanille, kézzel, forrón, és rájössz, hogy a nyél praktikus. Te melyik metódus követed most? Mennyi a rácső? 500? 500-550 környékén vagyunk. Szuper. Én ennél lényegesebb, magasabb hőfokon sütök, és rövidebb ideig, ugyanis ebben az esetben én már csak arra használom a sütőt, ugye a maghőmérsékletnek nem szabad följebb menni, mint amire a reverse szír alatt amilyen hőt elért. Ilyenkor már csak a grill markot szeretném kialakítani, ugye ezzel a
speckó grillgrét rácsa, ami a grillrácsok Botticellije és a kamadóforjú.hu webshopon kapható, és jelenleg fullon vannak a raktárok belőle, mert az Egyesült Államokból való termékbehozás az idei nyáron elég nehezen ment, de végre tudtunk ezekből beszerezni. Amivel még készülök a fordításra, az az, hogy egy kis vajat, tisztított vajat megolvasztottam. Ez a sima boltban kapható vajból egyszerű forralással és fölözéssel elérhető, más nevén ghee, vagy tisztított vaj. Az az előnye a sima vajhoz képest, hogy a vaj ízt megőrzi, de sokkal magasabb a füstpontja, ezért nehezebben ég rá a húsa. És amit fogok tenni, nem sokára, az az, hogy leveszem róla a fémet, megfordítom a húst, bekenem ezt a felületet tisztított vajjal, megnézzük, hogy hogy sikerült a grillmark, és mérünk egy maghőmérsékletet, hogy hol járunk kb. A tervezett 132-133 Fahrenheites célhőig. Ilyen lett a grillmárknak az első oldala. Nézzük meg, hogy ezt meg tudjuk-e sütni a másik oldalon is. Csináltam egy kis zsűt, ha kell. Köszi. És akkor egy kis ki lehet hozni, ha megnézitek a vaj rákenése esetén, azonnal besötétedik maga a grillmárk. Ugye beszéltünk arról, hogy próbáljuk kerülni a cukor ráégését, mivel az én fűszerkeverékemben egyáltalán nincsen cukor, ezért ez meglehetősen világos. Eddig 3 percet sütöttem, most a második körben már csak 2 kellene, de mivel nem indítottam el, ezért ezt most meg fogjuk így kb. Tippelni. Vagy visszanézzük felvételről, hogy valójában mennyire pontos az időérzéken. Beszéltünk egy percet. Perfekt. És ami nagyon fontos, hogyha a barátjaitok nem figyelnek, akkor is tegyétek rá vissza a grillnyomót. Nem sok dologra kell figyelni, de ritkán csinálok közvetítést. Miért fontos az, hogy lesúlyozzuk? Ennek egyetlen egy oka van, ezt elmondtad? Nem, te mondod el. Szuper. Akkor kétől tudjuk vele tölteni az időt. Tulajdonképpen, ugye, mivel a húsnak a felülete nem biztos, hogy mindenhol egyforma állagú, keménységű, valamit nem biztos, hogy nem hullámos egy kicsit, vagy nincsen ebben egyenetlenségek. Tulajdonképpen így biztosítjuk azt, hogy a grill márk az a húsnak minden részén megjelenjen. Tehát egy kicsit lenyomjuk a húst, és így az egész felületen megjelennek majd a rajzolatok. Ez a grill rács egyébként azért nagyon jó, mert eloszlik a hő, a hőelosztás sokkal egyenletesebb egy ilyen rácson, valamint a felcsapó, tehát a fagyú, ahogy kiolvad a sütés alatt a húsból, ez megakadályozza, hogy a felcsapó lángok megégessék a húst. Tehát nem fordul elő az, hogy megkeseredik egy-két helyen a hús, mert megég, mert... Most láthatjuk azt, hogy én próbálom megnézni, hogy a hús közepén milyen hőmérsékleti tartományban vagyunk. Attól függően, hogy milyen mélyre szúrom ezt a tűt, attól függően látható, hogy ilyen 110 és 120-130 Fahrenheit környékén járunk. Én most nem visszaszámolást indítottam el, hanem csak egy időt, mert most már nem teszem vissza a súlyt a tetejére, hanem egészen addig fogom sütni, amíg el nem érem azt a maghőmérsékletet, ami nekem meg nem felel.
Beszéltünk arról, hogy milyen maghőmérsékletet próbálunk elérni? Igen, én 133 Fahrenheit maghőmérsékletre megyek, ami 57 egész körül van Celsiusban. Tehát ez az a médium tartomány, ugye, amit a versenyeken meg szoktunk célozni. Ami tartomány inkább, mert ugye nem egy fix hőfog, hanem egy 135 és 145 fok közötti tartomány az minden húsnál. Változhat ez a dolog, hogy mikor adja ki ezt a szép élő pink szint a hús. Egyébként ugye ez az egyik kedvelt fogyasztási készültség, a másik pedig egy kicsit nyersebb a medium rare, amit mondjuk én jobban preferálok. Ugye, tehát hogy 3-3-2-2 percet szerettem volna sütni ezt a húst, így adja ki a pontosan 10 percet. Most 1 perc 50 környékén járunk, és itt 132-134 Fahrenheit környékén vagyok. A közepén itt ilyen 123-124, úgyhogy még adok neki egy kb. 10-15 másodpercet, és utána fogok kérni valahonnan egy alufóliát, és arra ki fogom tenni a húst egy kicsit pihenni. Ezért a grillt. Ahogyan láthatjátok, ahol megszúrtam, ott eléggé szépen megindult a húslének a burjánzása. Az alufólia a grilluminátusok legjobb barátja. Mindenre jó. Arra, hogy ne kelljen mosogatni. Arra, hogy grillrácsot tisztítsunk, és arra, hogy húst pihentessünk. Annyit csalok, hogy a Robi leteszi nekem valahová, igen, és egy picit bevajazza nekem azt a felületet, amire rá fogom tenni magát a sztéket. Ugye a felső részt ezt bevajaztam már, de nem akarom megfordítani, mert ez a referencia grillmárkom, és az aljára is szeretném, hogy egy kis vajas ízzel ki tudjuk emelni a fűszereket. Úgyhogy már most érkezem is balról. És én le is tudtam a teljes sztéksütést. Szuper!